A dombóvári Tüsketóhoz települtek ki a járás vadásztársasága és horgász egyesületei, akik örömmel fogadták el a meghívást a másodízben megrendezett gasztronómiai fesztiválra, tudtuk meg az ötletgazdától. 2021-ben döntöttünk úgy a térség 11 egyesülete, hogy tartunk egy nyári családi napot. Ennek szinte minden egyesületben volt hagyománya, de azt gondoltuk, hogy csináljuk együtt, és tavaly Csikos Tötös volt házigazdája ennek. Én, mint a horgász egyesület helyi elnöke, stafétabotot továbbadtam a dombóvári Tüskei horgász egyesületnek a dombóvári vadásztársaságnak, hiszen ma kettőjük összefogásából lehetünk itt. Az érdeklődőkre a főzés mellett egy több állomásos ügyességi pálya várt, ahol az összeállított feladatok között voltak tudást és rátermettséget igénylők is, mondta el a szervező. Nagyon kellett figyelni arra, hogy a kétféle társaság, tehát a horgászok és a vadászok megfelelő súllyal kapják a állomásokat, és ez alapján a pontokat is, hogy ne legyünk részlehajróak, hogy csak a vadászoknak, vagy csak a horgászoknak kedvezünk. A társaságok által készített finom ételek felett jó hangulatú szakmai és baráti beszélgetések zajlottak a második gasztronómiai fesztiválon.